A Találkozások az Úri utcában rendezvénysorozat sokak szerint felpezsdítette a kulturális életet Nagybecskereken, és újra összekapcsolta a magyarságot a Petőfiben. Felébresszük a tudatot az itteni magyarságban, hogy Nagybecskerek valamikor igenis egy kulturális szellemi központja volt, nem csak Bánságnak, hanem gyakorlatilag az 1800-as években még Budapest is idefigyelt mindarra, ami itt Nagybecskereken történt. Mivel április a humor hónapja, ezért a rendezvény témája ezúttal a humor volt. Bemutatták Lauka Gusztáva, az első magyar viclap megalapítójának nagybecskereki munkásságát. 20 évet töltött itt a Begamenti városban, Nagybecskereken, Torontál vármegye székhelyén. 10 évig szerkesztette a Torontál című lapot. Gazdag irodalmi pályafutása során itt 3 kötetet jelentetett meg Becskereken. A rendezvény keretében Léphaft Pál, nagybecskereki származású karikatúrista bemutatta válogatását az elmúlt évtizedekben készült munkáiból. Mindig szükség van egy görbetükörre, amit fölmutatunk, és megmutatjuk benne azt, ami nevetséges. Mi nem kifigurázzuk az embereket és a társadalmi helyzetet, hanem megkeresik, hogy mi a humoros, mi a nevetséges, és azt fölmutatjuk. Ez a karikatúrának a szerepe, ezúttal szerepe Laukának is. A nagybecskerekieknek nincs gyakran lehetőségük magyar nyelven hasonló előadásokat látni, így nagy volt az érdeklődés a humoros est iránt. A humor az, amelyik nem csak felvidít, de azt hiszem, hogy egy más szemszögből világítja meg a valóságot is, és talán a mindennapi nehézségek és a mindennapi gondokat is egy ilyen humoros szemszögből való megvilágítása, hát hogy mondjam, könnyebbé teszi a mindennapoknak az elfogadását is. A Találkozások az Úri utcában rendezvénysorozat szervezője 5 nagybecskerekről elvándorolt magyar értelmiségi, akik az elmúlt hónapokban különböző témájú műsorokkal kedveskedtek az itteni közönségnek.